95.8 Sláger FM, a vonalban itt van velem Simon Bálint, az Ivan and the Perezol tagja, ugyanis fonogramdíjas már a zenekar, az év hazai alternatív vagy indie rock albuma vagy hangfelvétele kategóriában nyertetek. Szia Bálint, gratulálok! Halló, nagyon szépen köszönjük! Neked mit jelent a budai pop album? Fú, hát nagyon sok mindent. Igazából ez az a lemez, amit Balatonon írtunk a pandémia alatt, és gyakorlatilag mindenfajta ilyen furcsa kettősség benne van ebben a lemezben, tehát annak a zavarodottságnak az érzése, amit átéltünk ugye a vírus alatt, hogy nem tudunk sehova menni, hogy nem tudunk koncertezni, és hogy ez egy kicsit egy ilyen mencsvár volt, hogy ezt a lemezt megírhattuk, meg annak ugye a felszabadultsága is, hogy nagyon ritkán volt az, van lehetősége arra az embernek, hogy mondjuk akár zenészként is mondjuk egy két hetet együtt legyen a társaival és szabadon alkothasson. Tehát, hogy ez egy ilyen jópofa kettősség volt ebben a lemezben, de alapvetően én nagyon-nagyon szeretem ezt a lemezt, és ugye hát az első teljesen magyar nyelvű Bizony. Albumja a zenekarnak, és ez is azért egy fontos mérföldkő. Attól függetlenül, hogy sokan gondolhatják azt, hogy ezzel a külföldi karrierünket parkolópályára tesszük, de épp ellenkezőleg történt ez, és tök érdekes, hogy ezeket a dalokat ugyanúgy szeretik és keresik külföldön az emberek. Hát a parkolópályáról meg szó sincsen, hát most értetek haza nemrég Hollandiából, ha jól tudom. Igen, egy egyhetes turnén voltunk ott a Holland Devolf nevű zenekarral, és ott egészen kiváló nagy klubokban játszottunk közösen, és az tök érdekes, hogy például a budai popos dalok ott is rezonáltak az emberekkel, és volt nem egy olyan alkalom, amikor a koncert után ott a hollandok kifejezetten a budai popot akarták megvásárolni, mert tökre tetszett nekik a magyar nyelvű szöveg, úgyhogy innen is üzenem a magyar nyelven éneklő zenekaroknak, hogy ezt nyugodtan lehet exportálni. Lehet külföldre venni, így igaz. Na és ez az első fonogram díjatok, hát milyen érzés? Már azt hiszem, hogy mindig készült beszéddel, el is hozta ugye a személyes átvételre, fotózásra a korábbi megírt köszönő beszédeket. Igen. Hát figyelj, most őszinte leszek, megtört a fonogram átok. Mert ezt így hívtátok? Hát figyelj, az összes lemezünkkel jelölve voltunk legelőször, mint az év felfedezettje, és egyszer sem nyertünk, de valószínűleg az történik velünk, hogy amikor elmarad egy díjátadó, akkor mi nyertjük. Ez ugyanezt történt az MTV EMA díjunkkal, hogy mindig volt MTV díjátadó itthon, amikor mi megnyertük, akkor nem volt, és utána megint volt. nem, de itt te is jól fogalmaztad, hogy megtört az átok, és akkor most majd sorban nyeritek a fonogram díjakat. Hogyan ünnepeltek? Mert hogy tegnap volt egy teltházas koncertetek, ha jól tudom, akkor ma dupláztok. Igen, na még egy, igen. Hát ez is szerintem a budai popnak a gyümölcse, hogy pippat kell tudtunk adni 2 darab A38 előtt, és amúgy nagyon rég nem játszottunk ott, szerintem normális koncertet legutoljára 2015-ben, és hát a hajó az hajó, tehát az egy teljesen különleges, unikális élmény Budapesten, és mindig egy áldás arra a színpadra felmenni, és ma is ennek megfelelően fogunk kimenni a színpadra, hogy ne gondolja senki azt, hogy ez egy állandó és természetes dolog, hanem ez egy nagyon különleges dolog. És alkotói válság sincsen, mert ha jól tudom, akkor folyamatosan készülnek a dalok, sőt, hamarosan elő is rukkoltok egyel. Igen, ezen a héten már befejeztük a keverését az új dalunknak, úgyhogy minden esély megvan arra, hogy jövő héten már hallhassuk nálatok reggel. Yeah. Várunk akkor szeretettel benneteket. Még egyszer gratulálok a díjhoz, most akkor már fonogram díjas az Ivan and the Perezol, és hát jó mulatást ma estére a hajón. Nagyon köszönjük. Köszönöm szépen, Málint. Szia! Szia!